Köszöntöm nézőinket, Deli Kinga vagyok. Önök a Völgységi magazint látják, és mutatom, mit kínálunk a mai adásban. Vidám hangulatban telt a kakasdi szüreti nap. Alig van eladóház Cikón. Szüreti mulatságot tartottak Váralján. Különleges módon ünnepelték meg Kétyen a szüreti időszak lezárását. Vidám hangulatban telt a szüreti nap Kakasdon. A programot a hagyományokhoz híven az idén 50 éves Sebestyén Ádám Székely Társulat szervezte. A rendezvény felvonulással indult, majd a faluházba visszaérve vették kezdetüket a folklór műsorok. Kakasdon a szüreti felvonulást követően a művelődési házban várták az érdeklődőket, ahol a helyi, illetve a környező települések hagyományőrző egyesületei léptek színpadra. A programot a Sebestyén Ádám Székely Társulat szervezte. Ez már egy rendhagyó rendezvénye a társulatnak. Minden évben itt Kakasdon a társulat vezetősége szervezi meg a tagjai, a táncosai, és az idei hát rendkívüli, mivel hogy... Ugye 50 éves a társulat, 72-ben alakultunk, 1972-ben, és ennek a jubileumnak a éves keretében ez az egyik rendezvényünk. Az egész rendezvény sorozatnak, ami ugye áprilisban kezdődött, és majd decemberben ér véget, ez az egyik állomása. Bonyhádról érkeztek a Völgységtárcsoport vendégként, és Kultról a Kaposmente Tánc Együttes, és a Német Nemzetiségi Kórus, ők a kakasdiak, ugye ők minden évben meghívjuk őket is persze szerepelni, és egyébként pedig a kakasdi társulatnak az összes korosztálya. Tehát vannak az ovisok, az iskolások közül két csoport lett alakítva, mivel hogy vannak kisebbek is, meg nagyobbak is, és... Most a nagyok is kicsit összegyűltünk, ugye, akik szétszélettünk, többen, tehát mi már nem rendszeresen veszünk részt a próbákon, hanem csak erre a rendkívüli évre gyűlünk össze, egyre többen, úgy néz ki, hogy egyre többen vagyunk. A településen minden évben nagy népszerűségnek örvend a rendezvény. Történik valami Kakasdon, és várják az emberek. Tehát, hogyha nem szerveznénk meg, akkor biztos, hogy hiányolnák, hogy nincsen szüreti napunk. Ugye a felvonulásra is nagyon sokan érkeztek idén, tehát szülők, nagyszülők, ismerősök, ők mind lekísértek minket a Deák utcából, egészen a faluházig. Tehát idén tényleg sokan voltunk, és akit kifelejtettem, ugye hogy a Cikói Lovas Egyesület érkezett hozzánk, ők hoztak sok lovat, lovassal, hintókkal, de tényleg szép, tartalmas volt a felvonulásunk is, úgy gondolom. A társulat egyébként megközelítőleg 70 tagot számlál, legfőbb céljuk a hagyományok megőrzése és azok továbbadása. Ebbe beleszámoljuk egészen a gyerekektől, egészen a nyugdíjas korosztályig, ugye, mert nekünk van egy csillagösvény népdalkörünk, aki ugyanúgy a társulatnak a tagjai, és ott azért ott idősebbek vannak javarészt. Jó lenne fennmaradni, tovább működni. Hát így végül is, ugye a legfontosabb az, hogy tehát az Andrásfalvi székely hagyományokat őrizzük mi, és próbáljuk továbbadni, meg megélni, tehát akár a mindennapjainkban, akár a színpadon.
És igazából hát mi? Hát annyi, hogy egyre több gyerek jöjjön, és meg is maradjanak. A polgármester elmondta, 50 évvel ezelőtt egy igen jól sikerült szekszárdi születi mulatság adta az ötletet Székely Ádámnak, hogy létrehozza a társulatot, így ez a rendezvény igen jelentős a helyiek számára. Idén kiemelt szerepe van ez évben a Sebestyén Ádám Székely Társulatnak, hiszen idén én ünnepli 50. évfordulóját a társulat, és a születi felvonulás is ennek egyik eseménysorozat része. A felvonuláson szerepet kapnak egészen a kicsi óvodástól az idősebb korosztály is. Az idősebb korosztályból került ki a bíróné személye is, és a születi felvonulás végén itt a faluházban szintén egy ilyen műsorsorozat kerül ez lezárásra. A helyi közösségben összekovácsoló szerepe van, hiszen ilyenkor összegyűlik a település apraja nagyja, fölvonulnak, beszélgetnek, megünneplik ezt az eseményt is, és Kakasdon hagyománya van a borászatnak is, és emiatt is fontos szerepe van itt községünkben. Az elmúlt években nőtt a betelepülők száma, ami az óvodai létszám bővülését és egy jövőbeni bölcsőde megépítésének szükségességét jelenti Cikon. A településen azon dolgoztak, hogy több középület és utca korszerűsítése megtörténhessen. Az látszik, hogy a jelenlegi energiagazdálkodási nehézségeket is várhatóan sikerül majd kezelni. Az álmom a településen, hogy ne legyen üres ház, minden házban családok éljenek, és hogy szeressenek itt élni az emberek, és legyenek büszkék arra, hogy Cikon élhetnek. Molnár Józsefné polgármester álma lassanként testet ölt. Az elmúlt években sokan gondolták úgy, hogy itt jó lesz élni, és megnőtt a betelepülők aránya. A tavalyi esztendő volt az első, amikor emelkedett a lakosság száma. Hogy nagyon sokan vásároltak a faluba ingatlant. Jelenleg nincs is nagyon eladó ingatlan a településen. Több nagycsaládos család költözött be hozzánk, aminek nagyon örültünk. Így teljes létszámmal működik az óvodánk is. Az iskolában is 116 gyerek jár jelenleg. Tavaly évben megtörtént az óvodaudvarnak a felújítása a Magyar Falu Program keretében. Az idén szintén Magyar Falu Program keretében az óvoda külső felújítása valósult meg. Külső hőszigetelést kapott az óvoda épülete, födémszigetelést, új tetőt kapott az óvoda, és napelemek kerültek felhelyezésre, ami megkönnyíti most az energia hatékonyságot. Így aztán itt szó sincs arról, hogy be kéne zárni valamilyen oktatási intézményt, sőt a tervek között egy bölcsőde megépítése is szerepel. Eredetileg az óvoda udvar alatt volna a kiszemelt helyszín, de a tervezés során kiderült, kicsi a hely. Így új lehetőség után indult a település vezetés. Egyelőre nincs véglegesen kijelölt helyszín, de az elképzelések között van a régi nagy kocsma épülete is, mely kihasználatlanul áll és az önkormányzat tulajdonában van. Az energiaválság, mint minden települést, Cikót is érinti. A könyvtár és a tájház épületét zártuk be, a sportpályán található épületet zártuk be. A kultúrház az működik, mivel ott a napelem kitermeli a fűtést is, meg az áramot is. Az önkormányzat épülete az működik, mert ott helyezkedik el a posta is, és az orvosi rendelő, valamint az óvodánk is működik.
A már említett betelepedési folyamat azt is eredményezi, hogy a tervekben a lakók komfortérzetének növekedése is szerepel. Ebben elsősorban a járda és az útépítési program folytatása kapta a legnagyobb hangsúlyt. Az idei évben megvalósult még a Perccel utcának egy 207 méteres szakaszának a felújítása. Az iskola téren az iskolától a könyvtárig járda felújítás valósult, meg térköves járda készült, ami a mozgáskorlátozottaknak is jó, mert a benne található lépcsők kikerültek, és most végig térköves egyenes járda van. A jövőre tekintve Molnár Józsefné a település vízrendezését és a falu központjának a rehabilitációját, a belső úthálózat korszerűsítését tartja fontosnak. A vízrendezés tekintetében kész projekttel bírnak, és rövidesen a kivitelezés is megindulhat. Ugyancsak nyertes pályázattal bírnak, egy cikót Mőcsénnyel összekötő út megépítésére is. Színpompás menet vonult a művelődési ház elől a sportpályára a várajai szüreti napon. A rendezvényen több meghívott település hagyományőrző táncosa is bemutatkozhattak. Lovasok vezették a szüreti felvonulókat Váralján. A menet több állomáson is megállt, ahol táncoltak, énekeltek, illetve étellel, itallal kínálták a résztvevőket. A rendezvénynek már több évtizedes hagyománya van a településen. A régi időkben mindig meg volt rendezve, aztán egy jó darabig nem, és akkor egy pár éve most mi ezt újra felelevenítettük, és próbáljuk évente megrendezni, ameddig van rá lehetőségünk. Ez egy nagyon jó közösségi program, illetve a régi hagyományoknak a megtartása nagyon fontos, a felnövekvő nemzedékek lássák a régi várajai szokásokat, illetve várai népviseletet is alkalmunk van bemutatni ilyenkor. A programra először érkeztek Gyönkről vendégek. Különböző tájegység táncait hoztuk el most ide erre az alkalomra. Nekünk minden hétvégén van fellépésünk, szeptember eleje óta. Úgyhogy hát igazából szeptember eleje óta készülünk így folyamatosan minden fellépésünkre, ugye ezeket általában időben már megtudjuk. Megmondom őszintén, hogy most vagyunk itt először, és nagyon izgulunk, mert hogy mi még itt nem jártunk ezen a tájegységen, abszolút nem, de szerencsénk van, és vendégül láthatjuk őket jövő héten a mi szüreti felvonulásunkon. Hát én személy szerint nagyon szeretem, elég régóta is veszek részt Gyönkön szüretiken. Nálunk és szerintem itt is közösség kovácsoló ereje van, abszolút. Összefognak a helyiek, készülnek megállókban, eljönnek lelkesen, tapsolnak nekünk. A parádés felvonulás a délutáni istentiszteletről kijövet, oszög alján kezdődik, tart a falun végén. S kinek kedvet ad a hajnalig való tánchoz, az jöjjön el, mert nem akármilyen zenészek húzzák ám a talpalávalót. Mert kinek ereiben vér folyik és magyar, az nem otthon ülni, de táncolni akar. A legfőbb feladatunk az, hogy jól érezzük magunkat, és mindenkinek próbáljuk a hangulatot biztosítani. Természetesen, főleg a bort, az egyik fontos szerepe a mai napnak, a szüret és a bor. Igazából a bíró támogatni és mellette díszelegni. Táncoltam 5 évig Mohácson, mert Mohácsra tartozom, vagy Mohácsra származom, úgyhogy nagyon örülök ennek a szerepnek és megtiszteltetés, hogy ezt én kaphattam. A rendezvény a sportpályán folytatódott, itt kulturális programokkal, este pedig koncerttel készültek a szervezők.
Igazán különleges módon ünnepelték meg Kétyen a szüreti időszak lezárását. A településen nem csak az ilyenkor hagyományos felvonulást tudták megtartani szombaton, hanem a környékbeli kulturális együtteseket is vendégül látták, sőt Felvidékről is érkeztek a faluba. A vendégek egy ottani finomság receptjét is megosztották a helyiekkel. Táncosok lopják így kedve a zenére, környékbeli jó vendégek sokfelől érkezve. Kisbíró hirdette ki a szüreti felvonulás menetét Kétyen. A hagyományos őszi mulatságra a falu apraja nagyja összegyűlt. A viseletbe öltözött felvonulók megálltak és táncokat mutattak be az utcán őket néző helyieknek. A hagyományőrzők között sok óvodáskorú gyermek is volt. Az óvisok heti rendszerességgel már részt vesznek néptánc foglalkozásokon. A középsős és a nagycsoportos gyerekek vannak ebben a programban benne, és az úgy hozzuk össze Kétyen, hogy nem visszük el a gyerekeket sehova, hanem én, mint aki a foglalkozást tartja, belépek a csoportszobába, és ott megtörténik a foglalkozás. És akkor ez egy játékos, énekes, táncos, van közösen eltöltött fél óra ilyenkor, és ezek a gyerekek ilyenkor nagyon nagy részben, akik zombára jönnek később iskolába, ott is folytatják ezt a hagyományt, úgyhogy ez egy nagyon jó előképzés is. Tradíció, ezeknek a gyerekeknek a szüleik is táncoltak, mi gyerekként is, és hogyha nem is lettek ők hosszú távon táncosok, viszont egy jó alappal, jó attitűddel rendelkeznek, és a gyerekeiknek meg már természetesnek veszik, hogy ők is táncolnak és öltöztetik őket. Ezek a ruhák nincs saját ruhák, tehát nem tudunk nekik adni iskolai szinten, óvodai szinten viseletet, viszont megoldják szomszédnénitől saját ruhát, a kölcsönkérnek vásárolnak, és ezeket forgatják, ezeket a viseleteket. Hosszú éveken óta és hosszú éveken keresztül. A településen már sok éves hagyománya van annak, hogy a szüreti időszak vége felé közeledve az ősz kezdetén közösen ünnepelnek a kétyiek. Idén a felvidéki érsek Kétyről is érkeztek vendégek. Hát az 1996. november 15-én érkeztek tőlünk Felvidékről, Érsekétyről ide Kéty településre az első delegáció. Ők vették fel a kapcsolatot. Hát én akkor még csak 11 éves kisgyerkőc voltam, szóval nem vettem részt ebben, de akkor ugyebár, jól emlékszem, 10-15-en van a Érsekéty krónikában, úgy írnak róla, hogy 15-en érkeztek akkor legelőször, azóta rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, tartották az elődeim is, előző polgármesterek is a kapcsolatot. Évente többször tudunk eljönni ide is, rendezvényekre, fogadásokra, vagy ugyanúgy természetesen Érsekétyre is szeretettel várjuk a polgármester urat és delegációját. Érsekéty települése pontosan 577 lakosunk van. 2021-es népszámláláson 82,5%-ra magyar nemzetiségűnek vallották magukat. Egy szóval a Lévai járás legmagyarabb települése címet nyertük el, kaptuk meg. Igyekszünk természetesen a magyarságunkat továbbra is ápolni, őrizni. Működnek szervezeteink, van óvoda, iskola intézménye, vannak kiskertészek, csomagokhelyi alapszervezete, mármint kulturális szervezetünk, vadászszervezet, rokkantszervezet és egy közösen Kétyét polgári társulás, ami 2018-ban lett a belügyminisztériumban. Azóta pedig a két település lakói minden évben meglátogatják egymást. Idén előbb a házigazdák készültek kulturális műsorral, majd a vendégek mutatták meg az ittenieknek, hogy miként készül a feléjük hagyományos tésztaköret, a knédli. Mi úgy készítsük, hogy ilyen rétes liszttel felfuttassuk a tejben a élesztőt, és sót teszünk hozzá, cukrot, és mikor kell kereszteni, egy óra hosszát keresztjük, és mikor keresztés után fel kell tenni, gőzön kell párában 20 percig főzni, és így bármilyen ételhez, gombás húshoz, vagy bármilyen ilyen szokják a kacsához, vagy libá húshoz is káposztával fogyasztani. Mint a Felvidéken, nem is, hogy a Felvidéken, Szlovákiában, Csehszlovákia még régebben, ugyebár 93 előtt,
nagy hagyománya van a knédli készítésnek. Hát én ebben nem tudok, sajnos nem vagyok kompetens, hogy hogyan is készül. Alapanyagokat tudom, ugyebár polgármester úr kikérte a véleményünket természetesen, hogy mit tudjanak bekészíteni. Hölgyek elkészítik természetesen a knédlit, bemutatják, hogyan készül. Lényegében az, hogy ez egy hazai, lényegében hazai, ottani, inkább úgy fogalmaznék, helyi étel. Két polgármestere azt mondja, a helyiek már ki voltak éhezve a közös mulatozásra, amit az elmúlt években nélkülözniük kellett. Tehát ezek a rendezvények azért vannak, hogy a településünk lakossága jó szórakozzon és kimozduljon otthonról, ha csak egy kis időre, akkor is egy kicsit lépjenek ki az emberek ebből a mókuskerékből, és ezért próbálunk ilyen rendezvényeket rendezni, és aki megtisztel minket, veszi a fáradtságot és elfogadja mi meghívásunkat, annak egy vacsorával kedveskedünk. Reggel, amikor a sátrakat építettük, és a padokat raktuk szét, hát nem sok jót jósoltunk, ennyit még a meteorológiai előrejelzést soha nem néztük, mint a mai napon, és mondjuk ilyen születünk sem volt még, hogy nem volt fogatunk. Nem merték a fogatosok bevállalni, a szomszéd településre jöttek volna, hogy esetleg menet közben eláznak a lovak, és akkor megrendeztük így, gyönyörű szép napsütéses időnk van, igazi születi, teljesen jó. Arról szól most a mai születi felvonulásunk, igazából van egy kísérő programja, ami egy pályázatból valósul meg, és hát a címe az, hogy a felvidéki magyar érsekkicsi település vendégei, hőtagjai megmutatják nekünk a knédli készítés fortéjait. Kétján vacsorára a tányérokba ezúttal babgulyás és knédli került. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!